Hírolvasókör a Civil Rádió FM 98 műsorában, hétfőn este 8-tól. Az olvasókör a művészet, a művészek világát kívánja a hallgatókhoz közelebb hozni. A magas kultúra képviselői nem elefántcsontoronyban élnek, műveik megértéséhez különleges képzettség sem szükséges. Az olvasókör bizonyítja, hogy a művészek ugyanolyan emberek, mint mi. Minden hétfőn 20 és 21 óra között a Civil Rádió FM 98-on ezt mutatják majd meg mindannyiunknak. Olvasókör hétfőn este 8-tól a Civil Rádió FM 98-on. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Civil Rádió művészeti és közművelődési hangtárát hallják. Műsorunknak a címe Olvasókör. Az olvasókör mai vendége Cucorelli Endre. Bemutatkozásként Cucorelli Endre egyik kedvenc zenéjével kezdünk. Erlöse ihn von dieser Schmach.
Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Kedves hallgatóink! Kukorelli Endréhez első kérdésem, hogy hogyan szólítsam. Tisztelt művész úr, vagy másmilyen címzést vindikál magának? Semmilyen címzést nem vindikálok magamnak. Jó estét kívánok! Szerbusz! Hát, ahogy akarod, Bandi, legyen ez, jó? Jó. Kedves Bandi, már régebben ismerjük egymást. Szeretném megkérdezni, hogy a munkásságod átfogó jellemzőjeként tudsz-e egy mottót mondani, esetleg valamelyik verset címét? Igen, hát most gondolkoztam ezen a házi feladaton, és arra gondoltam, hogy két könyvemnek a címét mondom el, és ezek mind a kettő ilyen mottószerűen működhetnek. Az egyiknek az a címe, hogy én senkivel sem üldögélek, és a másiknak az a címe, hogy kicsit majd kevesebbet járkálok. Na most ugye az én senkivel sem üldögélek, ez egy hangzatos, de igazából nem túl releváns cím. Volt nyilván egy olyan periódus az életemnek, amikor így nem nagyon volt kedvem emberekkel kommunikálni, és akkor írtam ezt a verset, aminek ez lett a címe, és aztán ez lett a könyvnek is a címe, de ez nem igaz, mert most látod, itt üldögélek veled. Igen, igen. Nagyon jól érzem magam egy ilyen helyzetben, tehát szeretek emberekkel üldögélni. A másik versnek, illetve szintén kötetnek a címe az, hogy kicsit majd kevesebbet járkálok, ez körülbelül 2000 táján írtam ezt a verset, illetve akkor tehát jelent meg ez a könyv, tehát 1999-ben, tehát nagyon régen, és akkor úgy éreztem, hogy volt az életemnek egy olyan periódus, amikor túl sokat mentem ide-oda, tehát ahogy szokták mondani, mint a mérgezett egér rohangáltam mindenhova, és arra gondoltam, hogy ezt abba kéne hagyni, le kéne jönni erről a rohangálásos periódusról, és akkor gondoltam azt, hogy kicsit majd kevesebbet járkálok, de hát ez sem valósult meg, mert valami éppen módon... most jöttél haza külföldről. Igen, éppen például most estem be külföldről, de amúgy is állandóan megyek valahová, mert nagyon sok helyre meghívnak, és akkor én nem tudok nemet mondani, tehát hogyha meghívnak bárhova a vidékre, egy művelődési házba, vagy könyvtárba, vagy iskolába, akkor el szoktam menni, mert tényleg az az érzésem, vagy az a véleményem, hogy az íróknak nem csak ülni kell az asztalnál és mindenféle hülyeséget kitalálni, hanem valami módon az irodalom ügyét is kellene tolni. Tehát bele kéne minél több ember a tudatába vinni azt, hogy az irodalom az nem valami hülyeség, vagy valami snob dolog, hanem hogy egy ilyen alapfunkciója a létezésnek. Műsorunknak még mindig a kezdetén vagyunk, ezért a következő kérdésemet az étkezés köréből hozom, hogy az előételnek az a funkciója, hogy a vendégek számára vonzóvá tegye a főételt. Milyen előételt választanánk ehhez a mai műsorhoz? Hát lehet, hogy ez nem lesz valami nagyon, nagyon furcsa, vagy meghökkentő,
nem erre hajtok. Tulajdonképpen én, nekem boldog út úrfi koromból nagyon jó emlékeim voltak az Ádám sörözőről, Én sörre emlékszem, és tatárbíztekre. Na hát ezért választottam is a tatárbízteket. Ördögöm van. Ördögöd van. Úgyhogy tulajdonképpen ezt választanám, igazából akár főítelnek is elmegy, hogyha elég jó és elég nagy az adag. Ha csinálok, magam szoktam megkeverni, és nagyon sok hagymát is teszek bele, meg nagyon sok borsot, paprikát, tehát milyen csípősebb legyen, és még több mustárt, mert ilyen kicsit ilyen mustármániás vagyok, és most összeszaladt a számba a nyál. Bár éppen nem vagyok éhes, de a tatárbisztekre összeszalad, és tulajdonképpen ezt választanám, hogyha megfelelő. A bevezetőhöz még az is hozzátartozik, hogy a hallgatóinknak ajánlom, hogy Cucorelli Endrével ismerkedjenek meg a Wikipédián is. Azonban azt kérdezem, mivel a Wikipédia... Igen, hát a Wikipédián az nagyon jó ötlet, hogyha ott megismernek, de még jobban teszik, hogy mondjuk bemennek egy könyvesboltba, és megveszik bármelyik könyvemet, ugyanis tényleg azt most kicsit ironikusan vagy viccesen mondom, de nagyon komolyan gondolom, hogy egyszerűen szerintem a könyveket meg kéne vásárolni. Tehát az a tapasztalatom, hogy éppen most voltam, tegnap épp Sukoron voltam egy ilyen beszélgetésen, meg minden. Az ember ott van, és elég jó pofa, meg kedves, meg minden, akkor, és megnyerő mondjuk másfél órán keresztül, akkor az emberek még arra is hajlandók, hogy könyvet vegyenek tőle, de egyébként meg nem. Tehát sajnos ez a brutális helyzet, tehát pedig hát az írók abból élnének, hogy megveszik a könyveiket. Na most az írók szerintem még viszonylag szerencsésebb helyzetben vannak, mint a képzőművészek egy szempontból, abból a szempontból, hogy egy könyvért ki lehet adni mondjuk 2-3 ezer forintot, tehát attól nem dől össze a büdzsé, a költségvetés, és mondjuk egy festőnek, hogyha meg akarod venni a képét, akkor az mondjuk, mit tudom én, több 100 000 forint adott esetben, az sok, azt én sem tudom megengedni, vagy senki, vagy nagyon kevesen tudják megengedni maguknak. Úgyhogy szerintem az a jó attitűd, az értelmiségi attitűd, hogyha az ember tudatosan megvesz mondjuk kortárs magyar szerzőtől évente mondjuk 2 könyvet. Tehát ebben szerintem senki se hal bele, még ha nem is olvassák el az emberek, mert azt gondolják, hogy nincs rá idejük, vagy nem érdekli őket, de legalább vegyék meg és tegyék fel a polcra, vagy vegyék meg és adják oda valakinek karácsonyi ajándéknak, úgyhogy ezt nagyon ajánlom. Ha összegezni szeretném az írói pályafutásának fő témáit, akkor véleményem szerint 3 kiemelkedő csomópont van, a nők, a foci és a politika. Egyetért ezzel a felosztással, összegzéssel? Hát mondjuk így, hogy lehet így is mondani, igen, tulajdonképpen ez nem feltétlenül irodalmi, illetve nem elsősorban irodalmi ez, hanem ilyen emberi dolog, hogy tehát nem mint író érdekelnek a nők, vagy a politika, vagy a bármi futball, hanem mint magánember. Tehát, és aztán plusz ugye az van, hogy az ember ezzel foglalkozik, már mint írással, és akkor ott esetben ezek ilyen témáivá válnak. Ezek a témák megjelennek? Ezek meg. Hát mindenki abból, tehát hozott anyagból főz, vagy hogy kell ezt mondani, tehát ugye kinek milyen az élet tapasztalata, mi a környezete, amiben él, mivel foglalkozik, nyilván abból veszi így az ötleteit, és az írás is tulajdonképpen úgy így működik, hogy összefüggésben van azzal, amit az ember csinál. Na, amúgy is, ha nem írna. Kedves hallgatóink, Cucorelli Endre választotta a második zenénket is. Hallgassuk meg együtt. Nagyon-nagyon viszket.
feles lett a trapperem, piros színű a faszhegyem, görbelábú büdös lotyó rám küldte a kuplerályok átkát. Visszamegyek, jól megverem, vagy legalább jól megbaszom, persze ez most nagyon fájna, kiütne és lehánynám a hátát. Egy kovboly mit tehet? Egy kovboly a tripperes. Egy cowboy, nem indián. Egy cowboy, nem mohikán. Elmentem egy indiánhoz, a mohikán fősámánhoz, elé álltam, mondtam neki, segítsél, te táltos geci ebben. Minden gyógynövényt kipróbált, lószart kent rá, az se használt, nem segített, ő se rajtam, de elnevezett folyós fasznak engem. Visszatértem Mexikóba, belelógattam a hóba, kérdezgette a sok digó, mit csinál itt ez a gringó télen. Még mindig megvan a tripperem, folyós fasz lett a gúny nevem, rajtam röhög, avagy nyugat, kapjátok be a faszomat, de tényleg. Egy kovboly mit tehet? Egy kovboly a tripperes. Egy kovboly, nem indián. Egy kovboly, nem mohikán. Megpróbálom hátrahúzni. Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Kedves hallgatóink, miért pont ezt a zenét hallgatjuk? Fordulok ismét Kukorelli Endréhez. Igen, hát először egy Rammstein volt, ugye ez egy nagy, nem tudom, mániám, vagy hobbim, vagy kedvenc ügyem. Ez egy ilyen brutális és érzelgős, egyszerre brutális, egyszerre érzelgős, ilyen német mindenki ismeri, nyilván aki ismeri. Egy ilyen német zenekar, nagyon tetszik nekem, hogy németül énekelnek, és nem angolul például, bár vannak olyan számaik, amiket angolul énekelnek, de ez nem jellemző. És hát ilyen igazi, ilyen németes cucc ez, tehát egyszerre nagyon, nagyon agresszív, brutális, meg minden, de ugyanakkor meg ezt ironikusan is reflektálja ezt a dolgot, és rengeteg érzelgőség van benne a zenéjükben, és ez nekem mi nagyon bejön. Egyszer a Farkas Zsolt nevű barátom mondta, hogy nekem tetszik a német titanizmus, és ez tulajdonképpen be lehet, hogy van valami, tehát ez a titáni attitűd, persze nem a direkt módon titáni, tehát nem a reflektálatlan, vagy irónia nélküli, hanem ez a folyamatos viccelődés is, vagy gúnyolódás is ez az attitűddel, de ugyanakkor meg ennek a képviselete, vagy továbbvitele, ez nagyon tetszik. Ami a belgát illeti, hát tőlük el vagyok olvadva, tehát ők szerintem, hogy a magyar kultúrájának hármat kéne mondani, akkor belevenném őket a három legérdekesebb ügyébe. És megtudhatjuk a másik kettőt is? Hát mondjuk a Pintér Bélát, azt mindenképpen mondanám, és hát most egy harmadik a sírten. Azért mondtam, hogy három, hogy most azon hogy nagyon kéne gondolkozni, hogyha három, akkor ne legyek igazságtalan, de ezt a Pintér Bélát meg a belgát mindenképpen belevenném a háromba. Szóval ők egyszerűen nem is tudom, mennyire tudják azt, hogy mennyire jók. Tehát odáig mennék, hogy nem feltétlenül tudják, hogy mennyire jók. Én egyszer volt alkalmam beszélgetni, ilyen a Volt Fesztiválon volt alkalmam beszélgetni, illetve nem úgy volt alkalmam, fölkértek rá, hogy beszélgessek két belgással,
és áthelyesek voltak különben, meg nagyon, nagyon aranyosak, meg minden kedvesek, egyáltalán nem ilyen elszállt fickók, és mikor mondtam, hogy ez nagy dolog, és nagy művészet, amit csináltok, akkor így néztek rám, és láttam rajtuk, hogy nem mórikálják magukat, és akkor kérdeztük, hogy tényleg művészet? Hát mondom, tényleg az. A szövegeik is nagyon jók, meg ahogy elővezetik, azok is egyszerűen zseniálisak, komolyan, tehát amikor így tapintható a tehetség, vagy odáig mennék, hogy a zsenialitás, az nagyon-nagyon ritka. A művészetben is nagyon ritka. Úgyhogy imádom, amit csinálnak, és majdnem teljesen tetszik. Ön költészettel és versírással kezdte a művészeti pályafutását, majd hivatásos profi íróvá vált, és jelenleg már a költők az író kiadásával foglalkozik. Tipikus pályafutás ez a tehetséges művészek között, gondolok a kaligramra. Igen, hát nem tudom, fogalma sincs kinek hogyan alakul az élete. Tehát nyilván mert megpróbál olyan dolgokkal foglalkozni, amilyen irodalom közeli. Úgyhogy több szerkesztőségben is dolgoztam, meg... Nemes Nagy Ágnesnél kezdtem. Hát majdnem, igen. Tehát mikor egyetemista voltam, akkor csináltunk egy Jelenlét című egyetemi bölcsészkari lapot, és ott is szerkesztő voltam, és aztán később pedig több szerkesztőségben is dolgoztam. Mondjuk az egyik legnagyobb élményem valóban, hogy egyszer 1985-ben, kimondani is durva, az hány év? 30 év? Hát igen. Körülbelül durva, 31, akkor feljó, csöng a telefon, és beleszólt egy ilyen rekettes agyon cigarettázott női hang, hogy Nemes Nagy Ágnes vagyok. Hát majdnem segre estem, őszintén szólva. És akkor így feljó volt, hogy akkor kezdték el ezt az úgynevezett újhold fél év, újhold évkönyvnek hívták, de fél évente jelent meg a Lengyel Balázsa szerkesztőn, és akkor engem találtak meg, hogy honnan, azt nem tudom, mert egyáltalán nem voltam velük kapcsolatban, de megtaláltak, hogy én szerkesszek bele ebbe az újhold évkönyvbe, úgyhogy mivel hogy ők azt mondták, hogy ők nem ismerik a fiatalokat, és akkor majd én meg egy másik kollégám, úgy hívják, hogy Győre Balázs, tehát hogy mi ketten csináltuk ezt a részét az újholdnak, ahol a fiatalokat is bevettük, vagy bevették, és ez nagyon jó volt, megrázóan jó volt, tehát adnék egy forintot, vagy kis ujjam egy percét odaadnám azért, hogyha mondjuk a bal kis ujjamnak ezt a középső percét, tehát ez így maradna, csak közte lenne egy ilyen lyuk. Igen. Tehát, hogy ezt odaadnám, hogyha mondjuk ezek a beszélgetések, ezek meglennének. Mondjuk a Jóisten egy videókamerával, ami akkor még nem volt, fölvette volna ezeket a dumákat, szóval hetente vagy két hetente jártunk a Nemes Nagy lakására, és ott ment az irodalomról a diskurzus, és az nagyon, nagyon komoly dolog volt, szóval szórakoztató, felszabadító, megrázó, utána mindig úgy jöttem el, hogy úristen, jövő alkalom még mindent elolvasok, az egész világirodalmat, ugye, mert ott kellett tudni mindent, ugye, és ennyi, szóval nem tudtam semmit, meg most sem tudok semmit, de akkor meg különösképpen nem tudtam semmit. Lehet, jó volt. A civil rádiónak ez a hangtára, ahol most ülünk, ez éppen hogy akkor megőrzi. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy a sikerek és bukások minden ember életében vannak, csak a híres emberek életében, mivel példaképek, jobban figyelünk. 2010-ben országgyűlési képviselő lett. Ez biztos siker az életében. Két év múlva lemondott a parlamenti székről. Ez bukás, vagy a képviselőség elérése nem volt siker? Hát mi a siker? Az igazi siker, az ember rúg egy nagy gólt. Mondjuk az igazi, mert akkor azt érzi, hogy ő megcsinálta, és hát persze vannak az életben is úgynevezett sikerek, és vannak irodalmi sikerek is, ezeket nem tagadom, ezek jól jönnek. Az ember tudja néha, hogy ha valamit csinált, és az viszonylag jó, akkor azt el lehet mondani, hogy az sikeres. Kukorelli Endre számos kitüntetés, illetőleg hát ösztöndíjnak a birtokosa. Igen, ezeket nem is szeretem hallgatni. Bár a kitüntetések, vagy a kitüntetések nem sokat érnek, de amíg a díjak, azok jók, mert azokkal járni mi pénz, és akkor az ember azt annak örül. Meg persze örülök a visszajelzésnek, tehát nehogy
azt gondolja valaki, hogy nem érdekel, abszolút. És aki azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, az hazudik, szerintem minden embert érdekel. Szóval, tehát ami a parlamentet illeti, nekem annyira nem volt ambícióm ez, hogy én képviselő legyek, mint ennek a pohárvíznek itt előttem, tehát nulla, magyarán. Föl sem merült bennem ez a dolog. Úgy történt, hogy gyorsan elmondom, bár írtam erről egy könyvet, azt hiszem, hogy Országházi divatok, és akit érdekel, az olvassa, mert eléggé ezeket a dolgokat elég jól, vagy jó, szóval eléggé úgy leírtam, ahogy akartam, vagy ahogy tudtam ezeket a tapasztalataimat. Szóval az volt, hogy 2009-ben Miskolcon voltam az egyetemen, és ott ilyen beszélgetés volt egyetemi a gyerekekkel, vagy a tanulók, vagy hogy kell ezt mondani, hallgatókkal. És oda jött egy régi haverom, a Mille Lajos, és mondta, hogy ígyunk meg egy sört, és akkor mondta, hogy én vegyek részt az LMP országos listáján. Illetve nem az országos listáján, hanem a Pest megyei listán. Ezt majd te szépen jól el fogod mondani, hogy van az, és akkor én mondtam, hogy jó, vagyis nem mondtam, hogy jó egyáltalán. De ahogy mondtam, többször is lelázt, először nevettem, azt hittem, hogy csak hülyéskedik. Aztán utána leláztam őket, akkor február elején megint elkezdték mondani, és akkor végül, most nem akarom hosszan mondani, végül azt mondtam, hogy oké, rendben van, de egy feltételem, hogy ne kelljen csinálnom semmit, mert nem érek rá. És akkor ebbe így megállapodtunk, és akkor felkerültem a Pest megyei listára. Na most, az ember belép egy ilyen diskurzusba, akkor rögtön, nem rögtön, de ez egy antropológiai dolog, hogy identifikálódsz, tehát hirtelen belekerülsz egy csapatba, és ott magadénak érzed. Ez amúgy is nagyon szimpatikus volt nekem, maga ez a mondat, a szintagma, hogy lehet más a politika. Ez a véleményem azóta is, hogy igenis, nem hogy lehet, hanem legyen más, tehát ne ez a két osztat egymást gyilkolja és ledarálja, és az egyik nyer, akkor a másikon bosszút áll, és akkor a revans, meg minden, ez nem vezet sehova. Ez olyan, mint a szicíliai vérbosszú, hogy már nem tudjuk, hogy ki kezdte, meg mi volt, de mindig az van, hogy meg kell bosszulnunk az aktuális vereséget, és akkor ez megy a végtelenségi, eszkalálódik, és ledarálja mind a két felet. Tehát az a jó, hogyha a politika minél nagyobb bázison áll, tehát minél több, mondjuk minimum három állában álljon, vagy négy, vagy akár több is, és menjen szét, vagy teljedjen szét. Ezt nevezik sok pártrendszer. Igen, minél több érdek artikulálódjon, tehát én például ez a 5%-os küszöbben sem értek egyet, független attól, hogy most ez segít-e abban, hogy a kormányzás jobban menjen, szerintem le kéne mondjuk 2%, én levéném 2%-ra, hogy minél több, igen, és minél több, ne végtelen sok párt kerüljön be, de minél több érdek artikulálódhasson, és méghozzá ne csak, mert így is artikulálódnak ezek az érdekek, csak nem vesznek részt az ügyek intézésébe. Na mindegy. És akkor visszatér az LMP-re, hogy akkor így beleléptem ebbe, és akkor én is hirtelen már nem csak ugye nevem volt ott, hanem én is már dolgoztam ebben egy kicsit, stb. És a választás éjszakáján, amikor, tehát ez 2010. április 11-én volt, költészet napján egyébként, ott voltunk az LMP-nek a, hát ugye nem volt székháza, hanem egy lakást béreltünk, és akkor ott volt a sajtó, meg minden, és akkor biztos te jobban emlékszel rá, mint bárki más, hogy akkor valamilyen körzeteket nem tudták még lezárni, tehát valami sokáig nem volt eredményhirdetés, valami 11 óra után volt az elmondhatatlan sikoltozás. Ez a választási turizmus volt. Igen, választási turizmus volt, igen. Tehát hatalmas sikoltozás volt. A lányok ugye sikoltoznak, és tényleg az igaz, az a közhely, hogy ahol csinos lányok vannak, ott fontos dolgok is vannak, és ahol fontos dolgok vannak, ott csinos lányok is vannak, tehát ott volt elég sok csinos lány, azok mind elkezdtek sikoltozni, meg kiderült, hogy az LMP 7, egész nem tudom mennyivel bekerült a parlamentbe, és mivel, hogy én a Pest megyei lista elején voltam, én akkor hirtelen már ilyen parlamenti képviselő lettem, tehát ez hihetetlen, de ez így történt. Erről én nem is tudtam, hogy ez így van, mert ugye te majd jól el tudod mondani, hogy miért, de tényleg azt mondom, hogy mivel van, nem tudom, hány megye van, 16? 19. 19 megye van, úristen, nyilván gondoltam, hogy nem lehet minden
megye listáján az első helyezett parlamenti képviselő, de hát nyilván a nagyság miatt, Pest megye nagysága miatt. Pest másfél megye, millió szavazó. Igen, más. Te, és akkor ennek valami nagyon magas, valami 14, nem tudom hány százalékon volt, tehát relatív magas százalékon volt. Nem azért, mert én, hanem azért, mert Pest megye. Nem, ez egy vita a politikusok között, hogy a név viszi a listát, vagy a lista tolja a nevet. Biztos nem én vittem, hanem akkor ez szimpatikus ajánlat volt itt Pest megyében, az, hogy LMP. Na mindegy, és akkor így bekerültem. És akkor ott volt egy szoba, ott bementünk, képviselőjelöltek, ugye, ráadásul még nem is mindenki volt, ugye, mert az első fordulóban még a Schiffer még nem hivatalosan hát nem volt. Nem lehetett tudni, nem, mert a töredék szavazatok majd csak később kerülnek a számításra. Én már képviselő voltam, hogy úgy mondjam, még nem. Ugye, vicces volt, hogy 3-4-en voltunk itt. Na lényeg az, hogy én ott ismerkedtem meg tulajdonképpen a legtöbb fiúval és lányjal, nagyon helyesek voltak, és rögtön mondtam, hogy akkor én majd lemondom, mert mindegy, csak mondták, hogy ne mondjak le. Na mindegy, lényeg az, hogy így aztán benben maradtam, és aztán végén lemondtam, mert ez nagyon 2,5 év volt, és nagyon-nagyon fárasztó volt, meg nem az én dolgom, nem az én asztalom, kicsit ott ilyen furcsa állatfajta lehettem a parlamentben, nézegettek is, meg minden. Nem bántott senki, mert nem volt beszólás, mert mindentük helyesek voltak velem, mármint úgy általában, és egy igazából összességében egy nagyon jó tapasztalat és élmény volt. Hallgassunk meg egy zenét, amit szintén Cucorelli Endre választott. Jó, hát akkor legyen a harmadjára a Placebo, vagy Placebo magyarul, Placebo együttes, amelyik szintén nagyon, nagyon nagy kedvencem. A Rammsteinnel is úgy ismerkedtem meg, hogy a Szigeten volt ilyen irodalmi sátor, és akkor, mikor leadtuk a kis műsorunkat, akkor mondta a Garaci nevű kollégám, hogy most a Rammstein lesz, és sose hallottam róla, és akkor oda mentünk, és akkor én rögtön ott elájultam, és a Placebo-nál meg az volt a helyzet, hogy egy lány adott nekem egyszer egy CD-t, és az nagyon bejött nekem, és aztán utána meg is hallgattam őket a Szigeten szintén, úgyhogy most legyen egy Placebo. Thank you.
Kedves hallgatóink, Kukorelli Endrével ülünk a Civil Rádió Olvasókör című műsorának stúdiójában. Kukorelli Endre írói stílusát az egyszerűség, a köznapi beszélt nyelvhez való vonzódás jellemzi. Könyveinek a figurái szintén a hétköznapok emberei közül kerülnek ki. Ezzel a stílussal és figurákkal lehet tanácsot adni az embereknek a problémáik megoldásában? Hát ilyen direktben nem gondolnám, de viszont azt gondolom, hogy az irodalom és minden művészet, és minden műalkotás, és minél nagyobb egy mű, annál inkább egyfajta ilyen ajánlat. Tehát minden mű egy ajánlat, egy ilyen a létezésre egyfajta ajánlat, tétel, hogy így mondjam, hogy élj, mit csinálj, és mit ne csinálj. Persze nem ilyen direkt módon, hogy mondjuk az író megírja, hogy mit csinálj, és te majd akkor azt csinálod, vagy a zenész úgy rakja össze hangokat, nem? Ez egy ennél sokkal bonyolultabb rendszer. Inkább azt mondanám, hogy nem maga a tartalom, vagy a szüzsé, vagy a sztori mondja meg ezeket az ajánlatokat, hanem inkább a szerkezet, egy műnek a struktúrája. Úgy gondolom el, ezt metaforikusan, hogy, de akár még csak nem is metaforikusan, hogy mindenki, minden élőlény és minden nem élőlény egy szerkezet. Struktúra. Na most az van, hogy a görögök ugye azt mondták, hogy minden egy, ugye? Ebből indult ki az egész gondolkozás, tehát hogy egységes a létezés. Én úgy mondanám, hogy egy srófra jár, vagy egy rugóra jár minden, tehát ez a golyóstól, ami a kezemben van, vagy egy autó, vagy az a pohár víz, vagy te, vagy én, vagy a mobiltelefonod, vagy bármi más, vagy egy szúnyog, vagy a naplemente, az mind-mind egyfajta struktúra, és ezek a struktúrák kompatibilisek egymással, egymásba csúsznak. Na most ugye vannak vagy te, mint vagy vagyok én, mint befogadó struktúra, lelki, szellemi, testi szerkezet, vagy szervezet, és akkor különböző ügyek, amik körülvesznek, a villamos, ami idejöttem, vagy a járda, ami megyek, vagy a cipő, amiben megyek, stb. Azok mind-mind úgy vannak megkonstruálva, hogy kvázi így kiegészítik egymást, vagy összejátszanak egymással, mert hogyha a villamos máshol menne, akkor nem tudtam volna idejönni, és így tovább. Na most vannak ugye ezek a művi struktúrák, mint egy autó, és vannak a természeti struktúrák, mint a napfelkelte, vagy a nem tudom, hóesés, és ezek mind hatással vannak ránk, mert vagy használjuk őket, vagy a testünk használja őket, vagy a szellemünk, vagy a lelkünk ezek a dolgok. Na most a műalkotások azok olyan szervezetek, olyan szerkezetek, amiket az emberek azért hoznak létre, hogy más emberek és saját maguk is természetesen miközben létrehozzák, kvázi így olyan hatás alá kerüljenek ezektől a művektől, amik miatt jól érzik magukat, egész egyszerűen. Tehát a létezésnek szerintem az elsődleges funkciója, hogy te jól érezd magad benne. Érezd magad jól a bőrödben. Örülj, hogy luk van a seggeden, ahogy szokták mondani népiesen. De most, hogyha valaki nem így él, hanem egyszerűen nem lát ki a saját problémái közül, meg állandóan azon vekenk, hogy most mennyibe kerül a gáz, meg rezsicsökkentés, meg nem tudom, az teljesen félreérte a létezést. Azért jól, aki testi, lelki és szellemi értelme minél több élvezethez juttatja magát. És a művek azok olyanok, mint a szintetikus drog, hogy művek ugyan azért ez a nevük, hogy művészet, tehát hogy nem természet, hanem művi előállítású dolog, de amikor beveszed magadba, és hogyha föl vagy készülve rá lelkileg, szellemileg és testileg, hogy megint elmondjam ezt a hármast, akkor te ezektől a művektől jól fogod, nagyon egyszerűen fogalmazva, jól fogod magad érezni. Kedves hallgatóink, akkor hallgassunk meg egy ilyen művészeti alkotást, konkrétan Bandinak egy versét, amelyet maga fog felolvasni nekünk. Jó, megpróbálom. Még sose olvastam fel ezt a verset. Parfé. Fél három, süt a nap, besüt a kávéházi portál ablakán, a haza fonnyada. Süt rá a nap, meleg van, a fagylalt hideg, autóznak, igyekeznek.
mindenkinek, neked, nekem, neki megvan a maga bánata. Kis terek, széles út, éles sarok, szélesen vonuló, széles, de jó csajok, a bejárat előtt elmerülten cigiző, csinos lány, egy nem olyan szép meg, mint a kukázna, ahogy látom. Mellettem két másik, a holnapi szigorlatról fecseg, családi nexusok, üzleti tervezés, kukázás, vizsgadrukszerűség, szemközt a túlsó oldalon fodrásszalon, vagy mi is az, cigánysor, egy veszekedésbe csapó vitát, majd mindjárt berekeztek, a tévét bámulom, valami meccs megy, nem tudom ki játszik, nem tűnődök, nem cigánysor, semmi cigánysor, ezt csak úgy leírtam. Vagy lépjek le innen, és ne forogjak vissza, ne is nézzek. Nézem, milyen hülyén lóg a fogason a kabátom, mint elgázolt kutyák, sok kifordult kabátbél. A létezés zörög. Lovagon túl nagy páncél. Elfonnyad a haza. Kedves hallgatóink! Kukorelli Endre saját versét olvasta föl nekünk, és ahogy korábban említette, most hivatkozom rá, remélem, önök is jól érezték magukat. Túl a művészeten, politikával, ma is foglalkozik Kukorelli Endre, csak nem pártpolitikával. Lakás nélküliek, homleszek számára kísérel meg néhány barátjával, kollégájával, Facebook ismerőseivel együtt lakhatást teremteni. Vannak már sikerélményeik ebbe a munkába? Igen, hát ennek az a története röviden, hogy tavaly január 11-én kijöttem a metróból, az aluljáróba, és ott láttam azt, amit egyébként mindenki mindig lát, hogy ott fekszenek az emberek a földön, és akkor hazamentem, és annélkül, hogy átgondoltam volna, mit csinálok, csináltam egy Facebook oldalt, és egy Facebook csoportot, és az a cím, hogy Nyugodt Szív, tehát, hogy Nyugodt Szív Facebook oldal, és Facebook csoport, aki nem felejti el, az nézze meg az interneten, és az a lényeg a dolognak, hogy emberek egy számlára befizetnek, amennyit gondolnak, kis pénzeket, középpénzeket, meg minden, és azóta már alapítvány lettünk, és van egy kuratórium, hölgyekből áll, akik teljesen természetesen úgynevezett társadalmi munkába, vagy csak úgy önként dolgoznak ebben, és nagyon sok embernek, körülbelül egy olyan 200 családnak tudtunk már, 200 embernek, 200 családnak tudtunk már segíteni, vagy lakást szerezni. Ez megy a legrosszabbul, ez elég gyengén megy, vagy pedig bentartani őket a rendszerben, ugye, hogy például elmaradtak a lakbérrel, vagy ilyesmi, akkor tudtunk neki segíteni. Nem körülbelül akartassák ki őket. Igen, így van. Tehát körülbelül egy olyan 13-14 millió forint összejött egy ilyen másfél év alatt, ami szerintem nagyon jó. És ez nagyon, nagyon fárasztó, mert rengeteg időt viszel, de igazából azt kell mondjam, hogy élvezetet okoz az az érzés, hogy az ember tud valamit kicsit segíteni ezen a hülye helyzeten. Tehát ezt valamennyien tudjuk, hogy ugye ez nem egy alapvetően civil dolog, amit csinálunk, de ezt a problémát nem civileknek kellene csinálni, azért tartjuk az álladalmat, hogy azért fizetjük őket, hogy azért ezeket a típusú ügyeket, például a szociális lakás projektet ezt csinálják, hát nem csinálják, ugye, mint tudjuk, mivel hogy nincsenek rászorítva, vagy rákényszerítve, és nekem az volt az elgondolásom az elején, hogy talán egy kis nyomást tudunk gyakorolni, tehát hogyha ez egy eszkalálódik egy kicsit, hogy átlép egy kritikus határt, kritikus tömeget, ez akik csatlakoznak hozzá, akik tudják, akiket ez érint, érdekel, akkor talán a döntéshozók is oda fognak erre figyelni, és talán beindul egy normális szociális lakás program. A művészet mindenképpen elősegíti, hogy az emberek részesei vagy megértői lehessenek a különböző művészeti alkotásoknak, azonban a művészeti alkotások, események elsajátításához mindenképpen egy kultúra szükséges, egyfajta műveltség. Hogyan lehetne javítani azon, hogy a művészet
és maguk a művészek is jobban elő tudják segíteni a kultúrát, az emberek tudatának a erőteljesebb befolyásolását. Hát igazából természetesen mindenkinek van felelőssége. Azok az emberek, akik ebben benne vannak, ebben a témában, tehát vagy csinálják, vagy tanítják, vagy írnak róla, tehát ilyesmi, tehát kvázi abból élnek, hogy létezik ilyen egyáltalán művészet. Nekik szerintem kutya kötelességük lenne aktívan részt venni ennek a terjesztésében, és hogy bárkit, aki a környezetükben van, rá kéne venniük arra, hogy igenis ezt csinálják tudatosan. Na de alapvetően ez így reménytelen. Egy remény van, az oktatás. Tehát, hogyha az oktatásnak olyan lenne a szerkezete, hogy nem csak töménytelen mennyiségű ilyen infót nyomnának be a gyerekek fejébe, mely infót ők beveszik, csak aztán utána ki is nyomják. Egyik info kinyomja a másikat, lássuk be. Tehát én például nem tudnék matematikából leérettségizni, pedig 4-esre érettségiztem, de ma már ez kinyomódott a fejemből, és ez nem helyes, ezzel nem értek egyet. Rájöttem arra, hogy ez nekem nem kell, nem is élveztem nagyon, tehát akkor az agy óhatatlanul dolgozik azon, hogy elfelejtsed ezek a dolgokat. De hogyha az iskola megtanítaná, vagy rávenné, vagy rávezetné a gyereket arra, vagy a kis embert arra, hogy nem azért kell tanulni, hogy te okos legyen, meg művelt, meg több pénzed legyen, meg nem tudom mi, hanem azért, mert az élvezetes, az finom, az fincsi. Tehát mint ahogy nem azért leszünk, hogy jól lakjunk, hanem azért leszünk, mert az fincsi, és akkor by the way, úgy mellékesen még jól is lakunk, ugye? Ez a jó stratégia, hogy más ilyen típusú példákat nem mondjak. Mondjuk például nem azért van a szex, hogy gyerek keletkezzen, hanem azért, mert az jó. Ezt, hogyha kell, vágjátok ki. De ugyanakkor meg attól még gyerek is keletkezik belőle, tehát tulajdonképpen így van egy ilyen dolog, csak nem kell összekeverni a sorrendet. Szóval tényleg az van, hogy ha az iskola például épp a művészetet úgy, nem is mondom, hogy tanítaná, hogy a művészetben úgy vezetné be a gyereket, hogy a gyerek jöjjön rá, hogy olvasni, zenét hallgatni, meg stb. Az egy fincsi dolog, élvezetes, tehát, hogy nettó élvezet, hatalmasokat lehet tőle élvezni, akkor egész életében kultúrafogyasztó maradna, sőt, ilyen ideges lenne, hogyha elvonnák tőle. Tehát effektív elvonási tüneteket produkálna. Ez gyerekkortól kezd csinálni, ab ovo, tehát tojásból kibújva rögtön el kell kezdeni, sőt már a mama hasában is lehetőleg. Tehát az a lényeg, hogy mindig, a gyerek mindig kapja meg a betevő kultúra adagját, a neki való kultúra adagot, például mit tudom én, minden nap egy gyereknek mesélni kell, vagy egy folytatásos szöveget kell olvasni, és mindig csak egy darabot. Tehát szokja meg az a gyerek, hogy minden nap 8 óra akkor a lefekvéskor megkapja a szöveg adagját. Most csak aki megkapja, az rászokik. És aztán később felnőtt korában nem is tud róla lejönni. Ez a nyitja szerintem nagyon egyszerűen, és gyorsan összefoglalva az egésznek. Műsorunk vége előtt még egy zenét hallgassunk meg, amelyet szintén Cucorelli Endre ajánl a hallgatóknak. Schubert Ezdur triójának, Opus 100-as Ezdur triójának a második tétele. Ezek olyan szövegek, így direkt mondom így, olyan zenei szövegek, amik hibátlanok. Most abban az értelemben, hogy még a legnagyobb műalkotásokban is lehet úgymond találni, vagy ha az ember nagyon szigorúan nézi, találni olyan dolgokat, hogy na, még lehetne itt valami mást is csinálni, de vannak olyan, és nem sok ilyen alkotás van, amiben igazából nem lehet találni semmit, hanem úgy jó, ahogy van, nettó jó. És Schubertnek ezek a késői darabjai, késői kamaradarabjai, ezek olyanok az én olvasatomban, hogy egyszerűen lenyűgöz az, hogy mennyire tökéletesek, ezt a szót kell használnom. Köszönöm szépen, hallgassuk meg együtt.
olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Kedves hallgatóink! Kukorelli Endrével a műsor zárásaképpen arról beszélgetek, hogy egy kiadós jó ebéd után, amelyre ugye utalt is a saját művészeti tevékenységében, mit kellene, mit választana, desszertet vagy utóételt? Igen, én ha így választanék, akkor utóételt választanék, mikor a sajtokat, nagyon sajtmániás vagyok, minél büdösebb, annál jobb, de tehát abszolút azt élvezem, hogyha a vacsora után van egy ilyen sajttál, és rengeteg sajt van, mondjuk ilyen kamemberfélék, vagy pápusztai. Pápusztai a legjobb, szerintem, de akár Münster is lehet. Lényeg az, hogy minél büdösebb legyen. Viszont a desszertnél meg azt mondanám, hogy érdekes módon én noha irgalmatlanul édesszájú vagyok, és hozzátenném, hogy rendes férfiak édesszájúak, de ebéd után nem feltétlenül szoktam enni édességet, mert nem akarom elrontani az ebédnek az előző ízeit, de mondjuk utána már egy-két órával szívesen, és ha egyet kéne mondanom, akkor anyukámnak, aki még nagyon jó, megvan szerencsére, 95 éves, és teljesen szellemileg is, testileg is teljesen jó van. Van egy ilyen fantasztikus receptje, az a neve, hogy szerelmes levél, de ez nem ez a, nem tudom, hogy kell mondani, hajtogatott tészta, tehát nem ez a zsíros tészta, hanem egy ilyen száraz tészta, és dió van benne, tehát nem az a típusú szerelmes levél, amiben lehet találkozni, de ez a neve, és sehol máshol nem ettem, tehát szerencsére megvan a recept, nem fog elveszni, de ez a világ legjobb süteménye, úgyhogy ezt választanám. Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink! Olvasókör címmel a Civil Rádió művészeti és közművelődési hangtárát hallgatták. Mai vendégünk Kukorelli Endre volt. Találkozunk a jövő héten, viszontlátásra! Olvas, olvasó, olvasok, olvasók, olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. A szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.